Kedves tanulók, kedves szülők, mindenki ezt szól. Amikor forgalmi vizsga előtt, mielőtt kimennénk, van nekünk egy kötelességünk a fékpróbát elvégezni. És a fékpróba két fontos dolog van, amit ne felejtsünk el. Megcsináljuk a fékpróbát, illetve hangos szóval kijelentjük, hogy a fék rendbe. Értem? Hiába a fék próba hasznot nem tudatosítjuk magunkba, illetve a vizsgabiztos fülibe, ki kell mondani, hogy igenis, a fék rendbe. Ekkor meg fogják köszönni, és akkor mondják, hogy folytassuk utunkat, vagy köszönöm szépen, mehetünk. Szóval még most meg fogom mutatni, hogy hogy működik ez a dolog. Gurulni fogok, tehát gyalogolsz mellettem, jó? És mondom, nem össze-vissza, mert képzeljétek el, tanítsátok a gyerekeket otthon. Az óvodások esküszöm hamarabb meg fogják tanulni, esküszöm, még a bölcsődések is, meg az alsó tagozatosok is, esküszöm hamarabb megtanulnak három szót egymás után tenni, de akik itt vezetnek, mint akit villám üti is írt, értitek? Vagy nem tudom, sebesség, irányjelző, kézifék, sikkes elindulás. Nem fogják megjegyezni, akik itt tanulnak, de az óvodások megmondják egyből a nagy testvérnek, hát nem tudod megjegyezni, sebesség, irányjelző, kézifék, ha megállunk, a sorrend visszafele van. Na, amikor azt mondja, kapja a tanuló a utasítás, hogy indulhatunk, akkor még egyszer kimondja a tanuló, hogy a járművet a közúti közlekedésre megfelelően tanálta, már csak a fékpróba hátra közöli a vizsgabiztossal. Indulhatunk. Akkor tesz egy egyest. Irányjelző. Kézifék. Majd csak aztán nyúlunk rá a kormányra. Szóval így egy háromszöget írjon le a kezünk, mert hogyha behúzott kézifékkel próbálunk elindulni, az bukás. Hát hogy bukjon is meg, aki nem engedik a kézifékkel. Na, szóval tessék a háromszöget leírni. Elindulok, és sok tanuló megkérdezi tőlem, de amúgy elfelejti fele, hogy amikor fékpróbát csinálunk, be kell lenyomni tövig a kuplungot. Igen, megszüntetjük a motor és a hajtott kerekek közt a kapcsolatot, tövig benyomott kuplungnál kell csinálni a fékpróbát. Na, kicsit indulok, készülj fel, és gyalogolsz velem. Megmozdul a kocsi, visszanyomom tövig a kuplungot, lenyomom a féket, és hangos szóval hátra szólok, hogy féket rendbe tanáltam. Megköszönik, majd mondják, folytassa az útját. Ekkor nekifuthatunk a forgalmi vizsgának. Ne felejtsük el, hogy fékpróba. Közölni is kell a tényt, illetve a fékpróbát tövig benyomott kuplunggal kell elvégezni. Tövi. Na, köszönöm szépen a figyelmet.